Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Jövőkép Fiatalok Magyarországért Egyesület Kikapcsolt Férfiak című kerekasztal beszélgetésén. Holosi Mátyás vagyok, én a BME-nek hallgatója vagyok, és Kerényi Noémivel együtt fogjuk ezt az estet moderálni. Sokan tudjátok, hogy ezt az előadást Philip Zimbardo Nincs kapcsolat, hová lettek a férfiak című könyve ihlette. Az előadás szervezése során kapcsolatban álltunk Zimbardóval, aki nagyon szeretett volna videó üzenetben üdvözölni titeket, végül azonban erre nem kerülhetett sor, így írásos üzenetben fejezte ki jó kívánságait az előadás sikerességével kapcsolatban, és az üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Tehát az est menete a következőképpen fog kinézni. Egyenként rövid felvezető előadások után körülbelül fél órán keresztül jönnek bizonyos irányított kérdések, amiket felteszünk az előadóinknak, majd pedig az utolsó fél órában a közönség kérdésekre kerül sor. Itt a Dual Boxban feltehető kérdések, illetve papíralapú kérdések közül fogunk válogatni. A Dual Boxos működést így nagyjából itt lehet látni ezen a mellettünk levő kivetítőn. Itt lehet belépni, és akár felszavazni a másiknak a kérdéseit, ami így szimpatikus, és azt szeretnétek, hogy megválaszolásra kerüljön. És még lenne egy apró kérésünk, hogy van egy ilyen gyors kis kérdőív bizonyos kérdésekkel, hogy azt még lehetőleg töltsétek ki, akár wifi-n, akár saját neten keresztül. A végén pedig egy kis sorsolás lesz. A Librio voltából ugyanis kaptunk 5 könyvet, Zimbardónak a Nincs kapcsolat című könyve, ami alapján készült ez az előadás, ezt fogjuk kisorsolni az itt résztvevők közül, úgyhogy köszönöm. És papíralapú kérdéseket pedig ide lehet majd előre küldeni erre az oldalra. Akkor most szeretnék bemutatni az előadóinkat. Tari Anna Mária. Korábban klinikusként dolgozott, jelenleg magánrendelőt vezet, emellett oktat, illetve publikál. 10 éve kutatja a generációk, az online tér, információs kor hatását a személyiségre. Az érzelmek változása az online tér, social media felületein komoly hatással van a valódi életünkre is. Ezért tartja fontosnak, hogy a fiatal digitális generációk érzelmi élete a lehető legjobban alakulhasson az összes buktató ellenére. Én pedig szeretném bemutatni Kozma Vízkeleti Dánielt. Család, illetve pszichoterapeuta. 2004-ben végzett a Debreceni Tudományegyetem pszichológia történelem középkori művelődés történet specializáció szakán. Nem sokkal később a családterapeuta vizsgát tett a Magyar Családterápiás Egyesületnél, majd a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával járó címet érdemelte ki a Debreceni Orvos és Egészségtudományi Egyetemen. 2012-ben letette a pszichoterapeuta szakvizsgát is, így a tanulmányok szakvizsgák összegzéseként 2012. decemberére a kiképző családpszichoterapeuta címmel rendelkezik. A Magyar Családterápiás Egyesület etikai bizottságának elnöke, valamint a családterápiával és családterápiás képzéssel foglalkozó családi szolgálatok liája alapítvány kuratóriumai tagjaként tevékenykedik. Dr. Almási Kitti. Klinikai szakpszichológus, 1998-ban végzett az ELTE pszichológia szakán. Ezt követően a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának ösztöndíjas hallgatója volt, majd PhD fokozatot szerzett. 2004-ben tette le klinikusi szakvizsgáját. 2000 óta az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben dolgozott, a 3-as pszichiátriai ambulancián az intézet bezárása óta magánpraxist folytat. Kezdetben főként drog problémákkal jelentkezőkkel foglalkozott, majd inkább a szexuális bántalmazást, zaklatást elszenvedett nők és férfiak terápiája töltötte ki ideje nagy részét. Lipótmezőn ismerkedett meg közelebbről a hangulat és szorongásos zavarok terápiájával,
Jelenleg ez tartozik főterápiás területei közé. Emellett a család párterápiás módszert alkalmazza a legszívesebben, mely többek között a házassági, párkapcsolati problémák, kommunikációs zavarok, evészavarok esetében elengedhetetlen. A Bátran élni, félelmeink és gátlásaink leküzdése címmel írt, valamint a Hűtlenség és ami mögötte van című könyvei nagy népszerűségnek örvendenek. Most pedig megkérnénk előadóinkat, hogy tartsák meg rövid értekezésüket. Akkor nagyon röviden. Végül a légkondi ugye nem sikerült megoldani, ugye? Halló? Azt hiszi, hogy végzett. Tehát a légkondi... Légkondi, jó. És akkor már csak annyit, hogy húzzátok föl kicsit a hangom. Na, jó. Tehát akkor én vagyok a Tarianna Mária. És ugye ma erről az Imbardó könyvről, illetve annak mentén nyilván fontos dolgokról lehetne beszélgetni. Azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy alapvetően ez nyilván két generációt érint, a 82 után született Y. Van itt olyan hallgató, vagy jelenlévő, aki Y generációs? Csak hogy képbe kerüljünk, ez elég csofat. És a 95 utáni Z. De akkor kik a többiek? Mert másmilyen nincsen. Ugye van az X, a 45-55-ös korosztály. Tehát most a viccet félretéve nyilván az online pornó, a férfiasság, a női identitás, a párkapcsolatok működése mind-mind változásokat mutat a 21. század információs korában. Azért, mert... Elsőként az Y generáció, másodikként pedig a Z generáció nőtt fel úgy, hogy az online tér az egy természetes közeg lett. Ebben a helyzetben eligazodó fogódzókat adhatna az X generációs szülő, netán a baby boomer nagymama, nagypapa, még tudják követni. De velük van az a kis probléma, hogy a két offline generáció örök eszközhasználó lesz egy olyan világban, ahol az Y, Z és az Alfa, aki 2005 utáni, a három digitális generáció online életteret él. Tehát az eszközhasználó kéne, hogy segítsen az online élettér élőknek. Ez egy nehéz kommunikációs helyzet és egy nehéz érzelmi helyzet. A poroszos tekintélytiszteletben felnőtt idősebb generáció hogyan tud segíteni egy megváltozott értékrendű információs kor per fogyasztói társadalom által vezérelt helyzetben a fiataloknak úgy, hogy hihetően és hitelesen mondja azt, amit mond, és figyelmeztessen olyan veszélyekre, ami nagyon fontos. Az online tér az egy nagyon remek dolog, az internet is egy nagyon jó dolog, de vannak veszélyei, amelyekre eléggé oda kell figyelni, és amelyek nem látszanak. Az utóbbi 10 év kutatásai azt mutatják, hogy azért már van jó pár fogalom, amivel érdemes tisztában lennünk. Az információs kor elhozta az azonnali érzelmi szükségletkielégítés lehetőségét, ami ugye nem jelent más, mint hogy amit rendesen elhagytunk volna másfél éves korunkban, az azonnali igény kielégítését emlékeznek, amikor szerettek volna Túró Rudit. Igen, és anya nem veszi meg, és akkor minden rendes gyerek lila fejjel üvölt. A pénztár előtt a földön, lehetőleg rukkapál, és azt üvölt, hogy nem szeretlek, kérem a Túró Rudit azonnal. Amikor beírok a keresőmotorba valamit, netán elindítok egy játékot, netán csinálok valamit, és a chat program, vagy az üzenőizé, vagy a bármi, vagy az emoji nem ment el, netán elromlott a gép, akkor a Túró Rudi nincs a kezembe, és nem vágom le magam a földhöz, mert X generációs vagyok, de az YZ-nek nagyon, a jelenlevők mindig kivételek, az összes... akiről a történetek szólnak, majd mind kint van, de hogy... Ugye az a fajta reakcióidő csökkentési vágy, az ma egy természetes dolog. A gyorsaság és a gyorsulás addiktív lett, és elvárás lett. Ez nyilvánvalóan, bár sosem gondoltuk volna 6-8 évvel ezelőtt, húz magával majd egy dolgot. Ha az online térben türelmetlen vagyok és azonnali reakciókat akarok, ez előbb-utóbb diffundálni fog az offline térbe.
És ott is mindent majd azonnal akarok. Önök nem, mert nyilván higgadtak, okosak, és tudják, hogy hol vannak az életben, tisztában vannak a képességeikkel, és limitált online életet élnek, igaz? Igen. Nem Facebookon szakítanak, nem őrülnek meg egy official Facebook fotóért, nem ott élik az életüket, nem csinálnak naponta 18 selfit, nem néznek pornót, és a többi, és a többi. Ugye higgadt egyetemisták, vagy már egyetemet végzett higgadtak. Na, ehhez képest a nagy átlag olyan addikcióktól szenved, amelyekhez képest, mint hogy az online tér megadja a színes, azonnali, gyors élményeket, amelyekhez képest az offline élet meglehetősen szürke, egészen precízen lassú, és az Istennek nem akar máshogy működni. Teszi mindezt azért, mert információskor ide vagy oda egy dolgot tudtunk elérni, a kognitív funkcióink előre rohantak. Azt egy pici gyereknél is látni, ma egy másfél éves gyerek, ha kap egy iPad-et a kezébe, akkor azért az már egy kutatási eredmény, hogy hamarabb letölt egy filmet, mint hogy megtanulna cipőt kötni. Ez nyilván azért is van, mert az információtechnológia fejlesztői nagyon ügyelnek rá, hogy nagyon egyszerűen kezelhető rendszer legyen, úgy a hardware, mint a szoftver tekintetében. Ez nyilván akkor eléri azt, hogy a kognitív funkciók előre haladnak, és értelmi eszközökkel nagyon sok mindent meg lehet érteni, amit nem követ az érzelmi feldolgozás, mert ahhoz idő kell. Érzelmi feldolgozás alatt értjük mindazt így a pszichoanalízisben, amely azt jelenteni, hogy mondjuk egy velem történt érzelmi élményt a helyére tudok tenni. Megértem, hogy miért történt ez velem. Tudok haragudni, tudok bánatot érezni, szomorúságot, gyászt. Nem azért, mert az illető meghalt, hanem mondjuk elhagyott, vagy mit tudom én. És jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy az érzelmi apparátus lassúsága az azért ilyen, mert az érzelmekhez, a kialakulásukhoz, a működésükhöz és a megváltozásukhoz idő kell. Ezt nem lehet, még majd a robotika fejlődésével se lehet felgyorsítani. Attól, hogy majd egy iszonyú klassz robot pszichoterapeuta ül egy tök klasszul berendezett szobában, és majd oda megy egy ilyen citromfejű ember, aki el akarja mondani a izét, és majd a robot az teljesen jól hümmög neki. Attól még az a szerencsétlen humanoid nem fog gyorsabban gyógyulni, és nem fog gyorsabban jobban lenni, semmit nem fog. Ma a tizenévesek egyik legnagyobb problémája az azonnaliság, az állandó kapcsolatban levés és a folyamatos texting. Az állandó kapcsolatban levés túl az azonnali érzelmi szükségletkielégítésen behozott még egy dolgot, a szeparációs szorongás abszolút kikerülésének a lehetőségét. Tudnak még követni, ugye? Jó. Szeparációs szorongás az a humanoidnak az a tulajdonsága, amit tudni kell csinálni, ez pedig úgy hívják, hogy egyedüllét. El kell tudni viselni. Aki nem tud egyedül lenni, az valójában nem tud önmagával lenni, az meg elég rossz hír valakire nézve, hogy ő, meg az Irén, ugye, hogy így nem tudnak együtt lenni. Mindig valakivel kell lenni. A Z-generáció, ugye a 95 utáni generációra mondják azt, hogy 10-15 ezer órányi zene van a lejátszóin. Soha nincs csöndben, soha nincs egyedül. Valami mindig szól a fülében, és valakivel mindig kontaktál. Az élet pedig az úgy néz ki, hogy sokszor vagyunk egyedül, egy ilyen helyzetben is tudunk lenni egyedül, amúgy, ha igazi baj van, azt is mindenkinek tudni kell egyedül is megoldani, de ahogy a legfőbb rossz hírt mondjam, az ember csak a saját kitermelt megoldó képleteivel tudja megoldani az élethelyzeteit. Tehát az úgynevezett kiskegyet szindróma, ezt letagadom, hogy mondtam, amikor ugye valaki el akarja olvasni azt az ugye a kettő pontban összeszedett bölcs pszichológusi tanácsot, ahogy a néjek, hogy szerezzek pasit, vagy ugye vannak ezek a BuzzFeed infografika 10 pontban, hogyan nyerd el életet, pasiát, nőjét, hogyan nem tudom én mit csinálja, szóval ugye ez a pontokba szedett élet, ez nem annyira működik, mert a lassúság és a szeparáció tűrése, az kell. Kell a konfliktus kezelés, és kell még egy fontos dolog, ezt elneveztem érzelmi inkontinenciának, ami az állandó kapcsolatban levéssel jött el. Nagyon régen az X és Baby Boomer generáció, aztán abba hagyom,
az internet előtti ősi időkben arra volt kárhoztatva, hogy órákig várjon valami történés elmesélésével, amíg találkozik a bizalmas barátnőjével. Ez azt jelentette, hogy akár 4-5-6 órán keresztül tartani kellett magunkban azt a mondjuk traumatikus történést. Az mindegy, hogy egy föci egyes volt, vagy hogy rondán nézett rám valaki, vagy hogy összevesztem a barátnőmmel, vagy nem tudom én mi. Ezt így az ember nem öntötte ki azonnal. Ez a képesség, ezt úgy hívjuk, hogy holding. Ez a tartalmazás képessége. A tartalmazás az azt jelenti, hogy nem akarom kitenni, és nem is tudtuk kitenni, hanem egy dolgot tudtunk csinálni, nem tudtuk, hogy ezt csináljuk, hogy az ember tudattalan érzelmi mechanizmusai elkezdték ezt az anyagot megdolgozni. Tehát mondjuk 5-6 óra múlva, amikor találkoztam a barátnőmmel, akkor már nem egy szkriptet mondtam el. Tehát nem az volt, hogy és akkor ő odajött, és akkor én azt mondtam, és akkor figyelj, és akkor az volt, hogy... Tehát ugye nem egy storyboard ment át, hanem egy történet, ami velem esett meg. Ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy a holding egyébként a később felnőtt korban használatos problémakezelő, konfliktus megoldó, szorongás csökkentő és coping megküzdő stratégiák kiinduló pontja és alapja. Az érzelmi inkontinencia az pedig azt jelenti az információs korban, hogy a holding az ma van, hogy 10 másodperc. Mindent ki lehet lökni azonnal. Ez lehet zaklató tartalom, ez agresszív, bármi lehet. Amivel nem az a baj, egyszer egy Y-generációs ember azt mondta nekem, hogy most akkor miért akarja az X, hogy szenvedjen az Y azért, mert ő is szenvedett. Nem azt akarjuk, hogy szenvedjen, egy picit kell egyébként, tehát az életet bizonyos szenvedések árán lehet megtanulni, ilyen a szeparációs szorongás, a magunkban tartás képessége, mert ez később ahhoz kell, hogy egy Z-kategóriás katasztrófa film helyett a saját életükben találják magukat. Ugye a Z-kategóriás katasztrófa filmek, mint amilyen a lábas hal, kimászik a partra, ugye az olyanokban is látszik, hogy a lúzer, azt még a rendező is legyilkolja az első 4 percben. Az első fél szimpatikus, aki odajön, az tuti, hogy megfullad, megeszik, leesik, fölég, elütik. És tök mindegy, hogy ez a végső állomás, vagy valami tényleg lábas hal. De hogy azt látjuk ma, ugye én is egy rendelőből jövök, hogy ebben a kontextusban ma rengeteg ember turista a saját életében. Oké, ne legyen Z-kategóriás katasztrófafilm, az olyan dehonestáló, turisták se legyenek. Zimbardo azt hiszem fölhívja egy csomó fontos dologra a tényt, mint ahogy évek óta mi is mindig fölhívjuk egy csomó fontos dologra a figyelmüket, hogy ezek olyan tények, amelyeket általában nem szeret senki, vigasztalólag mondom, a magyar szülők se szokták szeretni, amikor osztjuk az észt, hogy mi mindent kéne csinálni, hogy a felserdült gyermekeiknek jobb élete legyen, de hogy az egészet azért csináljuk, hogy önöknek jobb legyen, és 10 év múlva ne kelljen kellemetlen felismeréseket tenni sem ágyban, sem asztalnál, ha értik, mire gondolok. Köszönöm szépen! Köszönöm! Szeretettel köszöntelek benneteket, családokkal és párokkal dolgozom, és ennek a tapasztalatait hoztam el nektek. Az első, amivel kezdeni szeretném, tudjátok, onnan lehet érezni, hogy valaki idősebb generáció tagja, hogy elkezd olyanokat mondani, hogy bezzeg az én időmben, de ez a mai fiatalság. Hát, én is néha tapasztalom ezt magamon. De hadd bocsássam előre, hogy nem hiszek abban, hogy volt egy aranykor, amikor nagyon jól éltünk, nagyon jó kapcsolataink voltak, tudtuk mi a tisztesség, ismertük a kötelességeinket, nagyon udvariasak voltunk természetesen, tisztelettudóak, mindig átadtuk a néniknek a helyet. De hogy, szóval, hogy nem szeretem ezt a fajta beszédmódot, hogy volt egy aranykor, és ahhoz képest most itt, hát ez a kárhozat maga is, az evilági élet egy síralomvölgy, de mégis azt tapasztaljuk, hogy valami nagyon-nagyon megváltozott. Hadd kezdjem egy pozitív vonatkozással, annyira jó körbenézni közöttetek, nagyon-nagyon-nagyon sok férfit látok a hallgatóság soraiban, ez is egy változás. Másfél évtizeddel ezelőtt, hogyha hirdettek volna egy előadást, hogy itt kapcsolatokról lesz szó, meg lelki dolgokról lesz szó,
két férfi lézengett volna a nézőtéren, ők is azért, mert a barátnőjük mondta neki, hogy eljössz, Béla! Különben szakítok. Tehát, hogy egy újdonság, hogy a férfiak is elkezdtek részt venni a kapcsolatokról szóló párbeszédben, a nemi szerepekről szóló párbeszédben, felfedeztük a saját lehetőségeinket, szóljunk hozzá, elnézést kérek a kolléganőktől, nehogy már a nők mondják meg, hogy milyenek vagyunk mi, hanem hogy szóljunk ehhez hozzá, vegyünk részt ebben a párbeszédben. Ezért nagyon örülök, hogy létrejöhetett egy ilyen, de ez egy változás. Ahogy a férfiak elkezdtek például apaként is funkcionálni, meg visszajönni egy csomó mindenbe, amiben korábban női értéknek tartottuk. Ez tehát az egyik. A párkapcsolatokra térve átmeneti korban élünk, a korábbi kereteket lebontottuk, mert úgy találtuk, hogy nem segíti az életünket, az, hogy például a nagyszüleink számára a kultúránk egy, azaz egy mainstream választható kapcsolati mintát adott, modellt, és ha valakinek ez nem félt bele a temperamentumába, a kötődési stílusába, a kapcsolati igényeibe, akkor arra az kívül maradt ezen, ez a, tudjátok, a monogám házasság, biztos van olvasmányélményetek arról, hogy volt egy ilyen a 19. század végén, vannak róla ilyen legendák, és hogy ez az egy minta volt, és aki ezen kívül rekedt, na hát az mehetett a lecsóba. A társadalom összevonta a szemöldökét, hogy ez hogy él. Fú. Manapság pedig 15 vagy 16 féle kapcsolati minta él párhuzamosan egymás mellett, a hagyományos családmodellektől, a szinglin, a minglin, a dinkin keresztül, mindenféle nagyon izgalmas, a mozaik családok számtalan variációján keresztül, nagyon sok izgalmas új kapcsolati forma van, ami azt jelenti, hogy sokkal többen megtalálhatják a temperamentumukhoz, a kötődési stílusukhoz, a kapcsolódási igényeikhez illeszkedő kapcsolati mintát, igen ám, csak még ezekre az új modellekre nincs forgatókönyv. A nagyszüleink, szüleink generációkon át továbbadták abban az egyféle modellben való élésre, a túlélésre vonatkozó lehetőségeket. Hogy édeslányom, lehet egy férjes asszony boldog, csak a férje meg ne tudja, és akkor a lányok ezt így elraktározták magukban, mint ötletet. Manapság ezekre a... vagy anyai felhatalmazás, nagyon fontos, hogy a szüleinktől megkapjuk ezeket a küldetéseket. És hogy manapság pedig ezekre az új kapcsolati modellekre nem nagyon van forgatókönyv, nem alakítottuk még ki. Hát ez egyben persze felelősség meg nehézség, azt szokták mondani, innen szét nyerni, mert hogy a ti generációtoknak lesz a dolga, hogy kialakítsa az új forgatókönyveket, bocsika, ez szellemi erőfeszítésbe fog kerülni. Mi sem kaptunk komolyabb támpontokat erre vonatkozóan. Azt adjuk át nektek, amit már mi is elrontottunk, hadd roncsátok át el ti is. De hogy minden generációnak lehetősége újraírni a kapcsolati mintákat. Szóval, hogy egy olyan korban élünk, amikor éppen újra próbáljuk írni a kapcsolati mintáinkat. És ez nehézség, és néha eltévedünk ebben a nagy útvesztőben. A másik, ami ezzel kéz a kézben jár, hogy a férfi és a női szerepek is az elmúlt egy-két évtized alatt gyökeresen átalakultak. A teremben ülő hölgyek nyilván mindannyian 18 év körüliek, tehát a születésük óta, ebben az eltelt 18 évben gyökeresen megváltoztak mind a férfi, mind a női szerepek, és hadd fogalmazzak úgy, hogy nagyon ellentmondásos elvárásokat támasztunk mind a nők, mind a férfiak felé. Manapság például elvárás egy férfitől, legyen határozott, kemény, erős, ugyanakkor ismerjen föl háromnál több érzelmet magán. Ne csak azt, mint egy hagyományos macsó, ugye, hogy éhes vagyok, kikapott a Fradi, meg az összes többi, hanem tegyünk szert arra a készségre, amit a nők már korábban nagyon jól kialakítottak, hogy számos érzelmet ismerjünk föl magunkon, és erről árnyalt kifejezésekkel számoljunk be. Egyszerre nem megy a kettő, ugyanúgy, ahogy manapság a nők is szenvednek attól, hogy ellentmondásos elvárásaink vannak, legyenek nagyon természetesek, meg mindig olyanok, mintha a skatujából húzták volna ki őket, legyenek nagyon takarékosak, meg nagyvonalúak, meg legyenek nagyon klassz családanyák, napi 25-26 órát törődjenek a családjukkal, és ugyanakkor álljanak helyt egy ilyen versenyszférában is, és legyenek macsóbbak egy tárgyaláson, egy rafinált idős rókánál is.
Szóval, hogy a férfiak is megkapták azt a lehetőséget, hogy ellentmondó szerepelvárásokkal próbáljanak lavírozni és küzdeni. Ez egyfelől megint csak lehetőségként jelenik meg, hogy nagyon sokfélék lehetünk férfiként meg nőként. Szinte bármilyenek. Hát igen, 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 de ez a sokszínűség, ez néha zavarba ejt. Hogy akkor, amikor egy fiatal szembesül azzal, hogy hogy leszek én jó nő, vagy hogy leszek én, hát ugye közepesben pusztulatosnál, egy árnyalatival klasszabb pasi, mert tudjátok, hogy azért nem kell túlzásba vinni, korábban ezt úgy, hogy ördögnél legyen egy fokkal szebb, és akkor már úgy rendben van. Heti háromszor fürdik az már. A gyakrabban az gyanús. Megcsal a rohadék. Szóval, ha keressük a támpontokat, akkor annyi féle a minta, hogy belezavarodhatunk. És akkor nyúlunk olyasmihez, amit említettél, interneten próbálunk keresgélni, nézzük, hogy ez is pasi, hát egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Most akkor én hogyan leszek? Keresek magamnak példaképet? De hát ki lesz az én példaképem? A családban a példaképek azok dolgoznak. Látástól Mikulásig nehéz velük kapcsolatba kerülni. Az instant példaképek, amiknek a kultúra elénk rak, azok annyi félék, hogy könnyű közöttük eltévedni. Hát előjáróban én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Mielőtt átadnám Kittinek a szót, annyit szeretnék mondani, hogy már lehet feltenni mobilon, szóval telefonon a kérdéseket. A jövőkép.duelbox.com oldalon. Köszönöm, és akkor átadnám Kittinek a szót. Szeretettel köszöntelek titeket. Én is, ha lehet, akkor egy kicsit több hangot kérhetek. Én a pornó témáját kaptam, ezen most gondolkozom egyébként, hogy... milyen megfontolásból, mert ti arról beszéltek, amivel foglalkoztok, én nem a pornóval foglalkoztok, de egyébként az jó. Nem, egyébként én is nagyon örülök, hogy ilyen sok fiú van, bár ugye az előadás az most egy picit hívja a címével a férfiakat. De nem tudom, hogy a kikapcsolt nőre hányan jöttetek volna el. Ha ugyanennyien, akkor az megnyugtató, mert valóban igaz, amit Dániel mondott. Így a téma egyébként ettől függetlenül gyakran megjelenik, ugye erről beszéltünk, hogy nyilván mindannyian találkozunk a pornófüggőségnek a problémakörével. Általában a nők kétségbeesve keresnek meg ebben minket, hogy egy iszonyú megalázó helyzetbe kerülnek ezáltal, akár úgy, hogy rákeresnek ugye a számítógép előzményeire, akár úgy, hogy véletlenül meglátják, mondjuk ez a fájdalmasabb kép, amikor aktivitás közben látják meg a párjukat a gép előtt, és ez beég ugye a fejükbe, és kialakul egy ilyen nagyon rossz kör. Tulajdonképpen, hogyha a szorongást nézem, én erről az oldalról szoktam ezt leginkább megfogni, hogy rengeteg szorongással küzdünk, alapvetően kisebbségi érzésekkel, és ez egy annyira rossz kör, ami a szexualitásban kialakul, hogy szerintem maximálisan megmutatja, hogy mi az a helyzet, amiben tulajdonképpen mind a ketten ugyanarra vágyunk, mind a ketten ugyanattól rettegünk, és a vége az, hogy a legrosszabbat hozzuk ki egymásból. Ugye tulajdonképpen, amikor egy ilyen szexuális helyzet kialakul, ma, mivel már nem arról beszélünk, hogy monogámia, nem arról beszélünk, hogy a páromnak én vagyok az első partnere, és fordítva, tehát azt tudjuk, hogy az illető bizonyos tapasztalatokkal rendelkezik, eleve az van a fejünkben, hogy összehasonlításba kerülünk korábbi partnerekkel. Ugye a pornó az csak egy lehetőség, amihez képest hasonlítjuk magunkat, hogy messze nem vagyunk annyira izgalmasak, változatosak. Ugye nehéz megragadni, hogy ki a jó az ágyban. Ugye amikor vannak ilyen történetek, hogy ugye az első randik kapcsán a szorongó, mondjuk férfi, de ez egyébként lehet a nő is, azt érzékelteti a párjával, hogy hú, azért én nagyon szenvedélyes vagyok ám, hát azért nekem voltak olyan partnereim, hogy hű, hát ez pont elég ahhoz, hogy az illető teljesen mínusz egybe kerül, mert hogy azt érzi, hogy na de vajon mit csinálhattak, tehát hogy cigánykerekezett, mi történhetett, ugye, mert hogy
azért azt nehezen, most kíváncsi lennék egy ilyen kutatásra, hogy írjátok le, hogy ki a jó az ágyban. Ugye ezek ugyanolyan megfoghatatlan dolgok, mint hogy milyen a jó szülő, amiről 1000 tanulmányban is mindegyiken sértődünk meg ugyanannyira, mert nehéz ezt így megragadni általánosan. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy mi az igazán jó, és minden olyan élethelyzet, amiben nincsen konkrét fogódzót, hogy mi a jó, mit kell követni, az szorongás keltő, mert hogy nem tudod, hogy hogy vagy jó. És a szexualitás tipikusan ilyen. Tehát belekerülsz egy ilyen helyzetbe, hogy hogy lennék én jó szexuális partner, ráadásul valószínűleg neki extrém jó élményei vannak. Ugye ebbe beletartozik az is, hogy ugye amikor itt firtatják szexológusok, hogy ugye a most itt lehet konkrétan mondani dolgokat, hogy hogy így a nőknek azért töredék része él csak meg hüvei orgazmus. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez a ritkábbik példa, hogy ez előforduljon. Én tényleg most már így 20 éve, akivel csak találkoztam, férfi mindegyik kivétel nélkül azt mondta, hogy hát pedig neki minden csaja egyformán. Őnála ezzel soha nem volt gond. És ugye lehet egy statisztikai véletlenszerűség, mondjuk ha valamit a PhD-m kapcsán megtanultam, hogy 20 év alatt nagyon sok férfiből, hogy pont mindig olyanokkal találkoztam, akiknek pont az összes partnerüknek pont mindig volt hüvei orgazmusa, annak mondjuk a statisztikai valószínűsége kevesebb, mint annak, hogy lehet, hogy nem így volt. De nyilván azt kell gondolnom, hogy ezt tudják elfogadni, ezt tudják túlélni, és nyilván ez arról is szól, hogy ugye a nő is próbálta kielégíteni az ő sikerélmény iránti vágyukat, és azt jelezte vissza, hogy egyébként jó volt. Csak ez az egész így egy félre kommunikálás, azt érzi az illető, hogy fantasztikus volt, majd jön ugye egy jó kiskegyed, vagy egy valami, legyél őszinte az ágyban, nyugodtan mondd el a párodnak, hogy mi az, ami számodra nem jó, és nem tudom mi. Elolvasták sokan az ilyen cikkeket, ebből rengeteg szakítás következett, mert ugye ott van a srác, aki azt mondja, hogy szexistennek tartott eddig húscsajon, most itt van ez, aki azt mondja, hogy hát figyelj, őszinte leszek, én most elolvastam ezt a cikket, és akkor én arra jutottam, hogy figyelj, ne legyen köztünk ez akadály, nekem eddig soha nem volt orgazmusom. És akkor ugye ezt kell megnézni, hogy tulajdonképpen ugye a srác most azt érzi, hogy hú, ez nekem kihívás, akkor hajrá bele, általában ezt ritkábban mondják. Tehát ha lehet libidógyilkos mondatot mondani, akkor például ez egy ilyen, hogy az összes eddigi, ami volt, az sajnos kuka, eddig ez hazugság volt, jól tudtam eljátszani az orgazmust, egyébként abban azért tehetségesek a nők. És ugye megdől ez az egész biztonság élménye adott esetben a férfinak, hogy akkor most biztos, hogy jó az, amit adok. És ugye itt jönnek ezek a helyzetek, hogy tulajdonképpen azért nem csak abban van emancipáció, hogy a munkában, ugye próbáljuk fölvenni a ritmus, sőt, hanem ugye szexuális téren fölvettük a ritmus, sőt, tehát ugye itt váltottunk két mondatot, tehát most már azért nem azoknak a nőknek a korát éljük, akik most besípol, pedig erről beszélnék, hogy a nők mit akarnak, tehát amikor a nők fejfejesen hivatkozva el akarják kerülni a szexet, hanem pont azt az időszakot éljük, amikor a nők sokszor verik az asztalt, hogy apukám, azért ennél kicsit többet kéne produkálni. Nekem van egy ilyen gyöngyszem azért a tarsolyomban, ez megmaradt bennem, mert így ritkán szokták mondani. Az egyik hölgy azt mondta egyszer egy pár terápián, hát ez az én hibám, hogy ez elhangozhatott, de azt mondta a férjének, hogy szívem, neked az a dolgot, hogy álló farokkal kergessél otthon. Tehát, hogy mert ugye ritkán volt szex, ez arra, hogy mi a vágya, próbálja megfogalmazni, hogy mi az, amit ha a férje tenne, az a dolgot, hogy álló farokkal, és hát valamiért nem ment neki, pedig egészen konkrét volt az instrukció, de hogy nem. És ugye ez egy borzasztó nehéz dolog, mert hogy ott van az, hogy a nő is halálra szorongja magát, tehát most itt lehet azt mondani, hogy micsoda egy, nem tudom, fúria, aki beri az asztalt, de ez a csaj minden egyes alkalommal, minden egyes nap, amikor úgy érezte, hogy ő ott van, vonzó, mások utána fordulnak, a férje pedig nem közelít hozzá, az annak a bizonyítéka, hogy ő nem elég jó csaj. És ugye a férfi, akinek megverik az asztalt, és azt mondják, hogy ezt kéne tenned, és nem képes arra, hogy minden nap ezt produkálja, ő is azt érzi, hogy nem elég jó. És akkor ilyenkor alakul ki az a félig vicces állapot, hogy ezek a férfiak elmondják, hogy mondjuk amikor a feleségük próbál, vagy a párjuk próbál valamit bevetni, csipkés, bugyi, vagy egyszerűen csak úgy elmegy előttük félig mesztelenül, vagy egy kicsit, igen, hogy, hát Dániel, kinek mi jut eszébe, de hogy,
hogy akkor tulajdonképpen felhívás keringőre, és én elég vagyok ehhez, ugye, ahogy egy férfi fogalmazott egyszer, hogy annyira ilyen brutál szerkót vett a nő, belenézett ugye a szatyorba, hogy ehhez aztán valami olyan ütőset kéne ugye neki reagálni, tehát hogyha még erre sem áll, mint a cöveg, bocsánat, de ahogy így szokták mondani, akkor totálisan alul marad ebben a helyzetben. De aki megvette a szerkót, az is halálosan szorong, mert ugye ők meg mit mondanak, hogy bohócot csinálok magamból, itt fölöltöztetem magam, mint egy idióta, meg nyávogok, meg mit tudom én, milyen szerepeket játszok el, egyébként tényleg nagyon széles a repertoár, a piros lakcsizmától, igen, az ostoron át a kis csokornyakkendőig, vagy akármíg, és hogy tulajdonképpen ezt csinálom, ott nyávogok, vagy röfögök, vagy ki mit szeret. De hát itt nem magunkról beszélünk, tudod? Jó, hát őszinte leszek, a röfögés engem is szíven ütött, de hogy el kell fogadni, hogy mindenki más. Szóval, de emlékeztek egyébként, ez a keserű mézben is benne volt szerintem a röfögés, és az alaptétel a keserű mézet látni kell szerintem, ha erről beszélünk, hogy hogy ég ki ugye egy ilyen fajta erotikus ív. És hogy tulajdonképpen az is egy halál megalázott dolog, hogy én totál bevetettem magam, a pasim meg ott ül, vagy hát ül, nem áll. És hogy semmi hatást nem váltok ki belőle, a pasi meg teljes megalázottságban, hogy nem tudtam produkálni. Erre csak ezt akarom mondani, hogy itt nincsen ilyen hibás, nem hibás, hanem ugye ez egy olyan rossz körforgás, amiben sajnos a szorongásainkkal kapcsolódunk össze, mert mind a ketten csak azt nézzük, hogy mi lenne ez a fajta elvárás. És ugye a pornó ebből a szempontból egy rettenetes, nehéz dolgot hozott be. Ugye itt majd nyilván bővebben is ki fogjuk fejteni, de ugye amit hallottunk itt már, hogy ez az azonnalisága, rögtön elérhetőség. Tehát ott van a csajom, annál nem tudok olyat produkálni, netán még be is szólt nekem, mert ugye sok helyen ugye erre bíztatják, hogy nyugodtan állj ki magadért, tehát amikor így átbillen és már olyan nőietlen lesz valaki, így agyonvágott engem, oda megyek a virtuális térbe, és gyakorlatilag megrendelhetem, hogy bánjanak velem. Ugye az már tényleg csak a nehezebb része, hogy annyi fajta előnye is van, hogy nulla erőfeszítést kell tennem, nem méretetek meg. Egyszerűen nem kerülhetek olyan helyzetbe, ahol megaláznak, hanem minden értem van, és teljesen homályba burkolózhatok. Tehát ennyi szorongás mellett, ami ér minket nap mint nap, és még a párkapcsolatban is sajnos szorongást élünk meg. Mert a monogámiában benne van nem csak a biztonság, hanem annak a tudata is, hogy az illető velem fogja újra megpróbálni. Ma már elveszett ez a biztonság, egyáltalán nem gondolhatjuk, hogy jó, most ez így alakult, átéli velem esetleg a gyerekszülés időszakát, a klimax időszakát, a betegség időszakát, bármit, de majd újra visszatérünk egymáshoz, és megdolgozunk a kapcsolatért. De az emberek halálfáradtnak érzik azt, hogy jaj, terápiába dolgozz magadon, ezerszer előbb akarnak olyan cikkeket látni, ahol te öt praktikum segítségével elérsz valamit, vagy rákattintasz, és már is olyanná válsz. Ezért mennek el az emberek egy hétvégés teljesen lufi történetekre, tréningekre, nem tudom mire, mert ki akarják pipelni a dolgokat. Az, hogy itt dolgozzak magamon, hogy mélyebben megnézem a magamban rejlő rétegeket, ezt halálizzadság szagúnak érzik az emberek. És pont ebből fakadóan nem számíthatok arra, hogyha én kudarcot vallottam a páromnál, és ő kevésnek érez engem, akkor ő biztosan megvár engem, és együtt kimunkáljuk egy másból, segítünk egymásnak abban, hogy a szorongásunkat csökkentsük, és megtaláljuk egymáshoz az utat, hanem arra gondolok, hogy ja, hát, hogyha így kevés voltam, béna voltam, kövér vagyok, ilyen, bármilyen vagyok, akkor pillanatok alatt fog elfordulni valaki máshoz, mert mindig lesz ott valaki, aki sokkal nyitottabb, és aki bocsánat, de elhazudja neki azt a típusú orgazmust, vagy azokat a bókokat, amiket ő éppen hallani akar. Tehát a kielégítés helyett már a szexuális valódi helyzetekben is önkielégítést látok, tehát avval lépek szexuális kapcsolatba, aki kielégít engem, aki azokat a dolgokat mondja, amiket én akarok hallani. Nagyon ritkán hallom azt, hogy valaki a szexualitástól azt várja, hogy hogyan tudjon adni a másiknak, hogy valakinek élmény legyen az, hogy látja a másik arcán, testén bármilyen azt a következményt, azt az örömöt. Ezek háttérben vannak. És még egy hasonlattal zárnám csak, most ez teljesen távol, én mindig ilyen hétköznapi hasonlatokhoz szoktam társítani. Most, ahogy jöttem ide, az jutott eszembe,
hogy így nagyon szeretek főzni, a nagyobbik lányunk is nagyon szeret, és mutatja nekem ezeket a főzős ilyen, nem tudom, videókat, mert vannak, általában ilyen 10-15 másodperc alatt, biztos láttatok már ilyet, hogy így megy, hogy beleönti, és csak írják föl, hogy mit. És akkor mondja, hogy hú, de klassz, így pikpak, és akkor ott van valami brutális kész étel, és hogy ez mennyire egyszerű, és szeretnéd csinálni. És pont ez jutott eszembe, mint régebben is voltak ezek a főzős műsorok, és akkor ezt hozzáöntjük, kicsit összekavarjuk, és akkor kész. És hogy milyen jó ezt nézni, és akkor az ember így elkezdi háziasszonyként, hogy igen, és akkor szombat reggel van, megyek ki a piacra, állok sorba a zöldségesnél, leszakad a kezem, ugye az összes dologtól, a kosártól kezdődik a zöldségek mosása, az aprítása, tehát nem akarom hosszan húzni, hogy nyilvánvalóan az sem egy olyan dolog, ahogy ott bemutatják, bár borzasztó jó lenne egy kis kukta, ott nekem mindent előkészítene, én egyébként szinte séfnek érezném magamat, de abban mi az eltérés, hogy ott van valaki, aki az odavezető utat megcsinálja helyettem. Tehát ez az egész egy ilyen lufi, az egy ilyen műsó, amit ugye látok ott abban a rövid videóban, amiben az összes előkészített dolgot csak így összeöntöm, és hirtelen lesz belőle egy csoda. És azt az érzést kelti, mintha ennyi lenne ez az egész. Egyetlen egy dolgot hagy ki, az odavezető utat. Pedig azt gondolom, hogy ebben is ez a lényeges, félre ne értsétek, én azért nem vagyok egy ilyen mindennap főző ember, nem akarom ezt bemutatni, de szerintem, ha már valami abban jó, akkor pont az odavezető út. És csak azt akartam felvezetőként így mondani a szexualitással kapcsolatban, hogy én azt gondolom, hogy amikor megnézzünk egy olyan helyzetet, hogy mi van a pornóban, és kapásból ugye látjuk magát az aktust, amikor megnézzük a futó szexuális kalandokat, ahol így hirtelen meg lehet élni, adott esetben egy orgazmust is, és megnézitek ezeknek a hozzáadott értékét, tehát hogy milyen lenyomatot képez a lelketekben. Mikor ehhez képest vesztek egy, nem tudom mennyire olvastok, egy szép romantikus regény, és amikor eljuttok addig, hogy valaki megéli a vágyakozásnak minden mélységét, amikor egyszerűen valaki hiányzik, amikor meglátjátok a terem túlvégében, és gyorsabban dobog a szívetek, amikor egyszerűen attól, hogy odalép, azt érzitek, hogy minden bizsereg bennetek, amikor még messze nem beszélünk érintésről, csak elképzelitek, hogy hát ahogy letette a kezét, hogy mi lenne, ha hozzáérne a kis ujja csak a kezetekhez, hogy egy ilyet végig gondoltok, éltek magatokban, abban olyan lesz, hogy az első pici érintés, az nagyobb élmény lesz nektek, mint egy aktus, akárhányszor egy idegennel. És hogy tulajdonképpen ezt az élményt veszi el a pornó avval, hogy csak a készterméket produkálja. A főzést nem lehet élvezni abból, hogyha a késztermék lebeg előtted. Abban azt lehet élvezni, az odavezető út minden fázisát kiélvezed, és azt fogod látni, hogy a legapróbb lépések olyan örömet adnak, amit a vége tulajdonképpen már nem tud megadni önmagában. Szinte lényegtelenebb is lesz, mint maga az odavezető út. Úgyhogy ezt érzem a legfontosabb veszélynek, hogy ezeket a lépéseket kihagyják. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor jönnek is az irányított kérdések. Az első kérdés az lenne, hogy folyamatosan emelkedik ugye az inger küszöb a szexuális jellegű meztelenséget megjelenítő képeket, képsorokat illetően. Ez még most nem a Dualboxból, ez a saját kérdéseink közül, a Dualbox az majd utána lesz. Tehát folyamatosan emelkedik az inger küszöb, és hogyan hat ránk mindez? Különös tekintettel ugye a gyerekekre, akik ilyen közegben nőnek fel. Ez lenne a természetes? Nem, nyilván nem ez a természetes, de egyáltalán nem erre akarok válaszolni, hanem a Kittit akarom folytatni. De amúgy tök jó a kérdés, de tényleg csak... Mert hogy a Kitty minden szava igaz, és ugye az analitikus, meg amit néz ugye a hintaló, ahonnan indulunk, hogy lesz két embernek olyan a kapcsolata, hogy eltűnik az odavezető út. És erről az jutott eszembe, ami évek óta látszik már a rendelőkben, hogy a párkapcsolat kezdetéről is elveszett egy nagy rész.
hogy mindenki már benne akar lenni. Hogy annyira szorongató, hogy lesz-e valakim, ki lesz az, már nincs pasim, nem tudom én mióta, nincsen csajom, nem tudom én mióta, hogy így az a része, hogy valaki van, hogy nézem, hogy lehet, hogy ő lesz az, hogy azt mondja, hogy majd hívlak, meg majd találkozunk, meg ez így eltűnt, ez a szorongáskeltő fázissá változott át, amit túl kell élni, lehetőleg gyorsan, és akkor lehessen azt mondani, hogy megvan. Megvan, van párkapcsolatom. Ezt ugye jelölni kell Instagramon, Facebookon, mindenhol. Az egészen megdöbbentő, amikor 30-35 közötti emberek, egyfőre eső diplomák száma igen magas, hajtépésig menő veszekedések, hogy a tetűláda nem tette ki a közös fotót, nem is szeret, nincs is. Ugye? Mert olyan, mintha egy külső megerősítés kéne, hogy a dolog van. És nyilván miért kell official Facebook fotó, vagy Instagram fotó, miért kell egy külső megerősítés? Nyilvánvalóan akkor kell, amikor belül nincs annyi érzelem, amennyi kéne. És hogyha nincs annyi érzelem, akkor mitől lehetne várni, hogy felfejlődik egy párkapcsolat, amiben el lehet jutni addig, amit a Kitty mond. Hogy biztonsággal hozzá lehessen nyúlni a másikhoz. Ehelyett, csak hogy mondom a rossz hírt, most inkább azt látjuk, hogy kezdeti szakasz átugorva, túl az azonnali érzelmi szükséglet kielégítésen, az élettel szembeni elvárások kielégítése is ott van, ami akkor azt jelenti, hogy a mindegy már csak legyen valakiben, ugye a filterek száma megnő, hogy ki legyen az illető, online is, meg offline is. A végén van egy ilyen izé, hogy jó legyen. És két ember mondjuk úgy van együtt, hogy valójában, úgyha nagyon megkapirgálnánk, azt nem is lehet mondani, hogy szeretik egymást. Hanem van egy kölcsönös narcisztikus igény, hogy legyünk mi egy kapcsolatban. Ez nem szokott látszani, ez sokkal később nálunk látszik, hogy ez így volt, mert egész jól elfedi ezt egy ideig, hogy tulajdonképpen azonosak a vágyak, azonosak az igények, akkor majd már töredezik, ha látszik, hogy egyébként nem azonos az érdeklődési kör, pláne töredezni kezd, ha kiderül, hogy nincs a kapcsolatban semmi tisztelet, mert akkor indul az el, hogy levágtuk az elejét, rögtön benne lettünk, akkor nincsen összecsiszolódási szak. Ha nincs összecsiszolódás, honnan tudná két ember megismerni egymást valójában? Hogyan alakulhatnának ki közös szokások? Akkor azt látjuk, hogy mindenki belviszi szépen magával a maga kis narcisztikus izéjét a kapcsolatba, és mint tyúk a tojáson így ülnek egymással szemben, mindenki a magáén. Akkor nyilvánvalóan a szexuális aktus is olyan lesz, amiben, vagy olyan, amit a Kitty mond, hogy én azt várom, hogy ő adja meg nekem, amit én akarok, és akkor ez egy ilyen élő donoros izé, hogy akkor ő ott van, és megteszi, amit kell. Vagy ennek van egy ilyen csavartabb narcisztikus változata, amikor valaki, nem mondom, hogy csak narcisztikus férfiak, nők is tudnak ilyenek lenni, hogy a másikon a saját hatását akarja látni. És akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azt akarja, a saját nagyságát akarja látni, nem pedig a másik ember boldogságát. És amikor ezek a helyzetek kialakulnak, akkor látszik mondjuk például egy rendelőben, vagy akár baráti társaságok bizalmas beszélgetéseiben, hogy persze azért nagyon nehéz a helyzet, mert egy párkapcsolatban akkor lehet valamit csinálni, ha van a kapcsolatnak ilyen megtartó szövete. De hát az meg csak akkor van, ha volt a párkapcsolatban érzelem. Ha a párkapcsolatnak nem volt felfutási szakasza, nem volt benne túl sok érzelem, csak narcisztikus vágyak, akkor mi a túrótól lenne ilyen megtartó erő? Akkor nem nagyon lehet támaszkodni mire, és akkor jutunk el odáig, hogy két ember még együtt van, de leginkább úgy, hogy hazamennek, és mindenki nézi a saját érintőképernyőjét. Együtt vannak még. Akár így évtizedeket le lehet élni, de most mondanám, hogy nem érdemes, hanem inkább kell keresni egy olyan helyzetet, amiben lehet érzelmeket élni. A gyerekeket pedig úgy kell nevelni egy ilyen környezetben, amikor az információs kor nagyon narcisztikus, hogy iszonyúan kell vigyázniuk arra, ha majd lesz gyerekük, hogy bárhogy mindenki tegezi, tegeződhetünk. Jó, akkor visszaveszem a szemüvegem, sziasztok!
Tehát, hogy mind vigyázzatok arra, amikor anyukák és apukák lesztek, hogy egy gyerek önmagától érzelmes, általában a gyereket elrontani lehet marha jól. Ezt a szülők pont fordítva szokták gondolni, azt gondolják, hogy a gyerek elromlott, és akkor beadják a javítóba. De ami a pszichológus. De egyébként meg az a helyzet, hogy nem kell információtechnológiai eszközt adni a kezébe lehetőleg 12 éves kor alatt, igazából 14. Nagyon sok mesét kell neki mesélni a fejetekből, audio ingerre fejlődik a kreativitás, a gondolkozás, ezen keresztül a biztonság és mindenféle érzés, mert ha kreatív lesz, akkor bátor is lesz, és hogyha bátor is lesz, akkor stb. Sokat kell vele beszélgetni, és törekedni kell arra, hogy legyenek offline barátai, és amikor az élet fontos dolgairól van szó, akkor lehetőleg ne azt lássa, hogy apu és anyu tulajdonképpen ellenségek, csak ezt nem így hívják, hanem úgy, hogy férj-feleség. Tehát az őszinteség az nem rossz a 21. században se, csak egyre bátrabbnak kell hozzá lenni. Egy picit válaszolnék a kérdésre is, mert kapcsolódni könnyebb, de ugye itt az inger küszöb emelkedése így elhangzott, és ezért ez kapcsolódik ugye a témámhoz is. Ugye tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb baj a pornófüggőségnél, hogy ugye egy inger áradat jön szembe az illetővel, nagyon változékony, nem csak a különböző módozatokra tekintettel, hanem ugye a külsőre, tehát hogy milyen típusú ember szolgáltatja ezt, és az jutott eszembe erről, hogy olyasmi ez, amikor nézik ezt, hogy milyen fajta ingerküszöb emelkedés van a filmek világában, az ízek tekintetében, tulajdonképpen bármilyen érzékleti területet veszünk alapul, azt lehet nézni, hogy már ugyanaz kevés, hogy még többet, még több ilyen ízfokozót, még több akciót mondjuk a sorozatoknál is, tehát hogyha már nem látsz olyat, amit az életben nem látta, akkor nem fogsz rákattani, és ez már annyira föltolta ezeket az ingerküszöböket, hogy nehéz így tovább menni. És egy mai fiatalnak, aki nézi mondjuk ezeket az akciófilmeket, ahol ugye mérik, hogy másodpercenként mi mindennek kell történni ahhoz, hogy lekössön titeket eléggé ahhoz, hogy ott maradjatok, hogy tényleg egyfajta addikció alakuljon ki, mert így lehet ugye eladni a terméket. Mondjuk megnéznétek egy Starsky és Hutchot, vagy nem tudom most, Derek, Calambo, mondjuk azt vetítik még. És hát, hogy valószínűleg egy ilyen végtelen, lassú, unalmas, tehát, hogy nem is értik sokszor a mai fiatalok, hogy abban mit lehetett élvezni, mert ugye sokkal lassabb a történet, az egy valamit boncolgat, és nem történnek x másodpercenként ilyen események, és ugye ez a fajta ingerküszöb emelkedés jelenti azt, hogy ugyanannyi adag már nem elég ahhoz, hogy ugyanazt az élményt hozza, ami klasszikus addiktív jel tud lenni, hogy eddig ez a dolog engem kielégített, már ugyanannyi nem elég. Na most, hogyha ezt megnézzük, ugye a szexualitásban, hogy ezt a fajta változatosságot hozza a pornó, hogy ránézek a szöszire, a barnára, a feketére, a göndörre, a rövid hajúra, nem tudom mire, az egyik egy kicsit vadabb, a másik egy kicsit ilyenebb, olyanabb, és azután ugye ott van a partner, ez nem is kérdés, hogy ezt a fajta változatosságot, színességet, állandó odaadást, nyitottságot, aktivitást, stb. Nem tudja hozni a partner. Egyszerűen kevés lesz ahhoz képest, amilyen vágyak már kialakultak, tehát ahhoz, hogy az a fajta érdeklődés kiváltódjon az illetőből, ahhoz kevés lesz az adott partner. És ezt egyébként általános szempontból is látom, tehát, hogy ahogy a kapcsolatainkat kötjük, én udvartartásnak szoktam nevezni ezt, ugye, hogy most már messze nem elég az, hogy legyen egy partner. Férfiak is, nők is, ugye ott vannak a BCD verziók, valakinek egy egész lista, ugye pont ez az egyedüllét elviselésének a képtelensége, hogy amint dob az illető, van, ahol perceken belül ott van a Jolly Joker, akit bármikor be lehet rántani, hogy most az csak szexuális vagy nem, de akihez azonnal oda lehet menni, hogy egy pillanatra ne érjen meg a veszteséget, a gyász folyamatát, hogy a másik kiesik a képből, és még hogyha a kapcsolatot megtartja valaki, akkor is azt látom, hogy rengetegen élnek ennek a lehetőségével, hogy legyen az udvartartásomban még 3, 5, 10 olyan férfi, vagy fordítva nő, aki állandóan csapja a szelet. Ezért flörtölgetünk a munkahelyen, az iskoláinkban, az utcán, a bárhol, mert mindig kell egy ilyen visszajelzés,
hogy én elég jó vagyok, hogy kellek. Hogyha netán megborulna a kapcsolatom, ne legyek kiszolgáltatva, hogy hirtelen, ha ő azt mondja, hogy nem kell lesz, akkor nehogy azt érezzem, hogy én egy senki vagyok. Erre használok számtalan olyan embert, aki berántható erre, hogy csapja már a szelet, hogy mindig ez a fajta biztonságérzetem meglegyen, hogy én elég jó vagyok. És ez ugye megint csak a szorongásról szól, hogy rettegek a padlóra kerülni, pedig teljes mértékben egyetértek, hogy ezeket a nagy kríziseket kell ahhoz megélni, hogy magunkhoz egyáltalán közel kerüljünk. Hát ha te nem éled meg annak a krízisét, hogy egy kapcsolat véget ért, ha ezt nem gyászolod el, akkor hogyan élnéd meg a saját érzéseidet? Hiszen fájdalomcsillapítónak használod a BCD verziókat, hogy gyorsan valami eláraszol, ami eltereli a figyelmemet. Tehát én ebben is ezt érzem, hogy egyszerűen már nem elég egy embernek a figyelme, mert az a mai nap egyelő a kiszolgáltatottsága, hanem kell egy egész csapat, aki legyezgeti a hiúságon. Annyit tennék hozzá, hogy nem önmagában a meztelenség látványát tartom nehézségnek, vagy akár a szexuális jelenetek nézését, hanem hogy általában a ma hozzáférhető ifjúsági ismeretterjesztő filmek, ezek hamis mintákat tükröznek, olyan fajta válaszkészséget sugallnak, ami a való életben szinte nem teremthető meg. Olyan fajta képekkel bírnak a szereplők, amiket a való életben nagyon nehéz reprodukálni. És hát ráadásul amennyi ismeretem van erről, van egy nagyon rögzített, egyszerű és egysikú forgatókönyve a pornofilmekben látható együttléteknek. Tehát minthogyha csak ilyen egyféle módon lehet. Megvan így a sorrend, fellatio, cunnilingus, coitus inter mammas, hagyományos coitus, aztán egy kis coitus per annum, aztán ejakuláció per ósz. Szóval, hogy van egy ilyen rögzített forgatókönyv, és akkor így ezt várjuk a való életben, és hogy annyit tennék hozzá, hogy ezek hamis minták, ahogy amikor nézi a kisgyerek a nem tudom milyen filmet, és fölhívjuk rá a figyelmét, hogy hello, ez csak egy film. Igazából nincsenek szörnyek a szekrényben. Ugyanerre, igen, szembe, köszönöm, ez jelképes is. Szóval, hogy... Igen, igen, a pozíció nagyon fontos, hogy szóval, hogy ez csak egy film, és hogy azt hiszem, hogy ott lesz nehézség, hogy nagyon sokan ezt kontroll nélkül próbálják interpolálni a saját életükbe, hogy akkor ott is ilyen élményeket kell megélni, és a nők a pornofilmekben általában 3 másodpercen belül válaszkészek szexuálisan, míg tudjuk, hogy a való életben ilyen 4-5 másodpercet is kell dolgozni ezért. Köszönjük. Akkor föltennénk még egy irányított kérdést, utána pedig jönnek majd a közönség kérdései. Az lenne a kérdésünk, hogy mi számít pornófüggőségnek, hogy lehet ezt felismerni, illetve hol kezdődik a függőség, illetve hogy hogyan lehet belőle kijönni. Pedig már azt hittem, hogy nem a pornóról beszélünk, de nem baj. Azt nézem, hogy direkt adtatok egy ilyen vizet, az már elérve, hogy növesz bajuszt, és ments meg egy manust. Nem tudom, hogy a férfi estén itt arra. Na jó. Szóval, hogy a függőség tekintetében, tehát én azt gondolom, hogy mindig ugye a probléma azért az avval eltöltött idővel arányos. Tehát ez természetes, hogy... Az, hogy néha valaki néz pornót, azt nem tekintjük önmagában problematikusnak. Ugyan arra is millió egy példa van, hogy adott esetben ezt jó célokra is tudják használni a párkapcsolatban az emberek. Tehát nem... Biztosan Manus elindított itt valami párbeszédet, nem gondoltam, hogy ebben fogom a legnagyobb hatást gyakorolni, hogy felolvasom a vizet. Na mindegy, szóval, hogy erről lehet beszélni, lehet fantáziákat elindítani. Egyébként arra szokták jól használni párok, én úgy látom, hogy nagyon sok ember a szexuális fantáziáját, tehát olyan fajta kis extraságokat, itt most nem feltétlenül a legszélsőségesebb dolgokra gondolok, akár arra is, de nem csak arra, nem merik megosztani egymás között. Egyszerűen azért, mert ez olyan, mint az álom, az éber fantázia, ébrenlét közbeni fantáziálás, az önkielégítés alatt használt szexuális fantáziáknak a köre, amit olyan intim dolognak éreznek sokan, azt úgy nem szívesen mondják el, nem osztják meg. Egy picit néha még szégyen is kapcsolódik
kapcsolódik hozzá, én azt látom, mert jaj, ez ciki lenne, nehogy már elmondjam, hogy mire vágyom valójában. És néha nagyon érdekes, hogy azt lehet látni, hogy a másik odáig lenne azért, hogyha azt a szexuális fantáziát elmondaná neki az illető. Tehát nagyon sokszor önmagában ez segít abban, hogy egymásban találják meg ezt az izgalmat ugye az emberek. Megint miért nem merik ezt elmondani egymásnak? Mert félnek attól, hogy ugye ez nem vállalható, tehát a másik esetleg kineveti őket, vagy elutasítja. Úgyhogy ez egy jó része. Azt gondolom, hogy függésnek, tehát kifejezetten problémás, tehát kezelendő dolognak onnantól számít ez is, mint oly sok minden más, amikor már a normál életvezetésben gátol valakit, alapvetően természetesen a párkapcsolat alakításában, hiszen itt most nem mentünk bele nagyon mélyen, de alapvetően olyan komoly erekciós zavarokat okoz ugye a pornófüggőség, hogy valós aktív helyzetben az illető férfi nem nagyon, vagy csak nagyon ritkán képes az együttlétre. Tehát ettől annyira masszívan megromlik a párkapcsolat, hogy ugye a szakítás, válás megtörténik, vagy már többször előfordult, vagy annak a határára sodródik a pár két tagja, nem tudják ezt feloldani, tehát maga a párkapcsolat vihetetlen, de az igazán komoly pornófüggőknek nem csak ezen a területen, hanem alapvetően munkahelyi környezetben is nagyon sok gondja van ezzel, mert nem tudják fölfüggeszteni napi 8 órára sem ezt a fajta addiktív tevékenységet, és ott is visszatérnek, és aztán még nyilván bele lehetne menni a tiltott tartalmak letöltésébe, tehát hogy amikor már nem tud megállni valaki, megint a hozzászokásról beszélünk, ugye arról, hogy emelkedik a küszöb, ha már kimaxoltam az összes ilyen hétköznapi pornót, akkor kell valami, ami több ennél, hogy újra hozza azt a flash-t, és akkor eljuthatunk tiltott tartalmakig is, tehát nem ritkán ez a fajta betegség akár, ez eljutathatja addig az illetőt, hogy még rendőrségi problémája is lesz. Csak azt akartam hozzátenni, hogy minden függőségnek megvan a maga klasszikus diagnosztikus kritériuma, hogy hány hétig kell, hogy fennálljon, milyen tünetekkel kell, hogy fennálljon az a kép, amiután mondjuk valaki kap egy ilyen diagnózist. Ennek a kontinuumnak a legvégén az a fajta szociális izoláció van, amikor ott már se egy... Szóval amikor egy élő ember, akár nő, akár férfi, ott a szituációban nem képzelhető el, mert lassú, nem olyan túl enyhék az ingerei, ugye az önkielégítéshez képest sokszor egy tényleges szexuális aktus nem ad olyan erős ingereket, mint egy kéz vagy bármi más. De egy csomó ilyen ellenérzés lesz az illetőben ahhoz képest, hogy milyen gyorsan, könnyen és bármikor átélheti a pornó segítségével azt, amire vágyik. Na most a nyilván a fontos kérdés az, hogy tulajdonképpen mire vágyik. Tehát, hogy miért kell ez. És akkor eljuthatunk odáig, hogy nyilván a sorozatos kielégülések azért általában vagy arról szólnak, hogy az illetőnek szinte kisgyermeki vágya van arra, hogy folyamatosan valami jót élhessen át, vagy ez. Tehát, hogy ez a fajta, mert hirtelen most eszembe jutott valami más, de azt inkább párkapcsolatban lehetne elmondani a sorozatos kielégülés iránti igény, az azért elmondom, hogy párkapcsolatban mondjuk akár nő, akár férfi részéről, pedig a másiknak való megfelelés, illetve a másiktól való visszajelzés, illetve egy egészen korai érzelmi szag folyamatos érzelmi kommunikációjaként fogható fel. Mert hogy ebben a helyzetben a testek kommunikálnak, és nem a szavak, ami egyébként nagyon megtévesztő lehet. Létezik az a helyzet, amikor mondjuk valakinek az érzelmi kommunikációja verbálisan nem túl jó, úgy az életben, ehhez képest, ha ágyba kerül valakivel, mert mondjuk az működik, tehát párkapcsolatokat létre tud hozni, akkor ott elbűvölő lesz, és ez a kettő erős diszharmóniában van, és ez a szexuális kommunikáció hatalmas gyengétséggel és egyébként narcisztikus törekvéssel párosul, és köze nincs ahhoz, amit ő egyébként az élet hétköznapjaiban mutat. És így a nők általában mindig rajta vesztenek, mert annak hisznek, mindig mindenki annak hisz, amit megcselekszik, és nem annak, amit lát, vagy amit mondanak, és akkor így nagyon meg lehet vezetődni abban, hogy most akkor az a párkapcsolat én rólam szól, kettőnkről szól, vagy csak ő róla szól. De
De minden esetre a pornó, mint függőség, az azt gondolom, hogy csak azért nagyon nehéz állapot, mert mint minden függőségnél nem lehet csak elvenni, hanem adni kell helyette valamit. És egy feldühödött nő, az nem biztos, hogy akar adni valamit, hanem már haragszik nagyon, és azt akarja, hogy az illető hagyjon fele, szálljon magába, értse meg, azonnal nem tudom én mi, ami nyilván nem egy konszenzus felé vezető kommunikáció. Tehát az a kérdés, hogy mit lehet tenni, hogy valaki erről leszokjon, arra nézve azt lehet mondani, hogy A. menjen az illető pszichológushoz valahova, B. ha ez nem, akkor próbálják megbeszélni, hogy ez nagyon kell. És a harmadik, az a nagyon hatalmas önkontrollal le kell jönni a szerről, de úgy, hogy helyette vannak közös új dolgok, amiben jó érzelmeket lehet átélni. Annyit tennék hozzá, hogy amit nem használunk, az egy idő után elsatnyul, és a pornó egy ilyen instant ingerlés, akkor leszokunk a fantáziánk használatáról. Márpedig olvasmány élményeim alapján egy valós szexuális együttlét során az nem hátrány. A következő kérdésünk, az már egy dual boxos lenne, hogy hogyan lehet leszokni a folyamatos kattogásról, agyalásról és a multitaskingról? Érintve érzem magam. Egy percben. Jó, tehát akkor 59 másodpercben. A folyamatos agyalásról és kattogásról valaki úgy tud leszokni, hogyha felteszi magának a kérdést. Most a legnehezebb pszichológusi mondatot fogom elmondani, senki nem szokta szeretni, akinek mondjuk, ez a miért csinálja ön ezt magával. Vagy mondhatnám, miért csináljátok ezt magatokkal. Tehát bármi olyan szorongásos helyzet, gondolati folyam, cselekvés van, amit úgy éreztek, hogy folyamatosan csinálni kell. Ott a legelső dolog, és ez némi távolságot is igényel nyilván önmagam és a megcselekedett dolog között, az az kell, hogy legyen, hogy megpróbálsz válaszolni arra a kérdésre, hogy miért csinálom ezt magammal. Mi szükségem van erre? Általában, hogyha a kattogást vesszük, és az mondjuk egy szorongásos tartalom, akkor mindenki azt szokta gondolni, hogy erre a kérdésre azért nem lehet válaszolni, mert nem csinálom magammal, mert ez nekem rossz. És a helyzet az az, hogy az ember a rossz dolgokat is saját magával csinálja, ezek saját pszichés struktúrák, vagyis hogy létrehozott olyan műremekek, amely tudattalan érzelmi érdeket szolgál ki. Nem úgy szorongunk semmilyen élethelyzetben, hogy jött egy vihar, és éppen lecsapott, és akkor jött a szorongás, és elkapott. Annak nagyon markáns magyarázata van általában, hogy ki, mikor, miért, és milyen helyzetben, és mennyire kezd szorongani, amit nyilván meg is lehet fogni. Az a kérdés, amit mondtam, az arról szól, hogy az ember beékel egy tudatos mozzanatot, és megpróbálja megfejteni a saját érzelmi működését, és akkor általában a kattogások nagy részéről le lehet jönni. Érthető volt ez? Jó. Olyan érdekes, hogy amiről beszélünk, meg ahogyan beszélünk, szinte leképezi egymást. Kérlek, nagyon figyeljétek a kivetítőket, mert ott most nagyon fontos dolgok történnek. Szóval, hogy úgy ráhangolódunk erre, és egyből elvonja a figyelmünket, mert hogy erre szoktunk rá, bármi új inger, akkor hú, és hogyha valakivel éppen beszélgetünk, és megcsörren a telefonunk, hát hogy ne kapnánk föl a telefont, és kezdenénk párbeszédet valakivel, aki nincs is jelen, figyelmen kívül hagyjuk azt, aki ott van, stb. Én azt szoktam gondolni, továbbfűzve azt, amit Anna-Mária mondtál, igen, hogy mit nyerek abból, hogy én ezt művelem, kimaradok-e valamiből, hogy én ezt művelem, ne játsszam el, hogy meglepődök a következményein, ha én ezt művelem, a kattogást, és hogy most van egy nagyon-nagyon divatos mainstream irányzat, a mindfulness, ami azt mondja, hogy pont ezzel foglalkozik, hogy megtanítson bennünket a jelenben lenni és figyelni a jelen élményeinkre, és ott van egy kérdés, azt hiszem, ami nekem például szokott segíteni, hogy ha így elkap a kattogás, hogy arra figyelmeztetem magam, hogy de ez csak egy gondolat. Hogyha az jut eszembe, hogy most azonnal meg kell néznem a telefonomat, hogy írtak-e nekem, mert különben meghalok, ez csak egy gondolat.
Na jól van, de azért azt ne felejtsétek el, hogy bármilyen szorongásos tartalom is legyen a fejetekben, addig ám nem folytatom, amíg mindenki rám nem néz. Kedves információs korbeli hallgatók! Szóval a szorongás és a szorongásos gondolat alapvetően egy szignál. Tehát először meg kell nézni, hogy mi az, még mielőtt el akarjátok, vagy leborogatni akarjátok, hogy elmúljon. Nyilván figyelmeztet valamire. Ha azon kattogsz, hogy milyen a teljesítményed, akár az egyetemen, akár az ágyban, akkor az nyilván az önértékelésedről szól. Ha arra gondolsz, hogy fogalmad nincs, mi lesz veled 2 hét múlva, vagy 4 hét múlva, akkor az nyilván arról szól, hogy nem találod a helyed a saját életedben. Ha arról állandóan az jár a fejedben, hogy a párkapcsolatod nem működik, per nem jó, per nincs is, per nem is volt, per nem is lesz soha, akkor ez nyilván valamennyire a férfi-női identitásodról szól, és arról a fajta önbizalomhiányról, amelyik megnehezíti a helyzetet. Mindig minden szól valamiről. Tehát még mielőtt mindfulness vagy akármivel megpróbáljátok elmulasztani, azért az jó ám, hogyha megtudjátok, hogy miért van. Tehát, hogy mert okkal van. Tehát, hogy az emberek általában utálják a saját szorongásaikat, az analitikusok pedig azt mondják, hogy azért annyira ne utáld, mert figyelmeztet valamire, 1-2, az is a te saját érzelmed. Tehát az az önutálat vagy öndestrukció egy része, amikor valaki úgy beszél a saját kattogásairól, mintha másnak az undorító dolgairól beszélne, vagy valami olyanról, ami ilyen rémes. Ezek természetes emberi érzések, csak a 21. században szeretnénk néha mind úgy élni, hogy nincsenek rossz dolgok. Van egy szerzőpáros, Gardner és a másik nem jut eszembe, amerikai kutatók, ők írtak egy nagyon érdekes könyvet, az Up Generation a neve, hogy ugye ma már applikációk tömegével élünk, és van itt ebben egy nagy veszély. Az applikáció abban segít, akár pornót töltesz le, akár GPS-t, akár bármit, Bejeweled-et, vagy valami ilyesmit, Angry Birds-et, bármit, okosat, vagy butát, vagy segítőt, vagy szolgáltatót, de hogy rátanít arra, és segít abban, hogy ne kelljen gondolkozni, használd, és befolyásold a végeredményét, nevezetesen, hogy csak jó dolgokat kelljen átélni, mert hát hisz, ha elromlott, akkor abba hagyom, most nincs kedvem folytatni. Vagy ha nem annyira sikeres, akkor tehetek valamit. Nemrég voltam egy konferencián, és ott mondta valaki, hogy a legjobbak azok a játékok, amiknek, hogyha a pályáit nem tudod megcsinálni, és akkor jött egy történet egy 30-as menedzserről, akinek egy iszonyat fontos meeting jelent volna, és előtte a valamelyik lövöldözős játékával akarta magát fölhúzni kellő adrenalin szintre, és basszus, nem tudta megcsinálni azt a pályát. Addig nem ment be a meetingre. Aztán végül $5 vett egy lehetőséget, és megcsinálta a pályát, és akkor kisimulva bement a meetingre. De az életben marhára nem tudsz 5 euró ér ott nagy hirtelen venni egy megoldó képletet, ami kisimít, és bemész a meetingre. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ezt sose felejtsétek el, hogy az élet az nem egy applikáció. Nem lehet kikerülni a rossz érzéseket, meg kell tudni tanulni, kezelni azokat, meg valamelyest megszeretni, bármilyen hülyén is hangozzék most ez. Egy mondattal szerettem volna így leütni ezt, hogy milyen érdekes, hogy ugye ilyen érzékenyen reagált Dániel is, meg Anna Mária is arra, hogy ugye figyeltek, vagy nem figyeltek, te így rögtön segítségére siettél, hogy ugye ne odafigyeljetek, hogy milyen érdekesen mutatja ezt a fajta jelenséget, amiről beszélünk, hogy olyan jó, hogy megkérted, hogy nézzenek rád, mert én azt gondolom, hogy akkor lehet kommunikálni, hogyha egymás szemébe nézzünk, lehet, hogy ez egy ilyen maradi hozzáállás, de hogy azért azt gondolom, hogy ez kell, tehát ahhoz, hogy intimitás alakuljon ki, ahhoz egyszerűen egymásra kell figyelnünk. Én nagyon hiányolom azt, hogy van-e olyan fajta mélység, olyan fajta beszélgetés, amiben, ahogy Dániel mondja, csörög a telefon, és nem azt mondod, figyelj, abszolút, figyelj, hú, ez szörnyű, mindjárt reagálok, csak megnézem, hogy ki, mert ezt most föl kell vennem. Így nem lehet elmélyülni valamiben. És nyilván, hogyha valami fontos,
ahhoz nektek kell megnyílni, hogy engedjétek, hogy az elsodorjon annyira, hogy tök mindegy, hogy mi megy a környezetében az illetőnek, hogy itt most váltogatják a képet, mert elvesztettük a kérdéseket, vagy nem. Ez egyszerűen nem lehet izgalmasabb történet annál, mint hogy elsodródjak avval a gondolatmenettel, és most ezt értsétek jól, nem ilyen úristen, mint az öregek itt ülünk, mint a Mapecsóban a két öreg, és akkor most nem figyeltetek ide, nem erre gondolok, tehát nem ilyen számonkérés szinten, csak hogy ebbe érdemes így belegondolni, hogyha én valakibe elmélyülök, valakibe elveszek, el tud sodolni, el tud vinni egy utazással, vala gondolatmenettel, beletartok, akkor nekem aztán tök mindegy, hogy mi van a környezetben, hogy villog valami, vagy nem úgy, vagy csörög, hanem azt kinyomom, mert erre akarok figyelni, és ez a mikrojelenség, amit most volt, ez egy nagyon fontos tanulság szerintem, ezt fontos nézni az emberi kapcsolataitokban is, hogy a páratok, vagy egy barátotok el tud-e vinni annyira, hogy egyébként egy-egy ilyen hülye jelenség ne vigye el a figyelmeteket, mert annyira sok ilyen villog körülöttünk, bárhova kimegyünk, és most már sajnos otthon is villog mindig valami, hogy így egyszerűen nem lehet intimitást kialakítani. Arra szoktam megkérni azokat a klienseimet, akik pörögnek, mint a plázacica karján a ridikül, hogy nevezhetjük ezt kattogásnak, bárminek, hogy szánjanak rá két találkozásunk között, tehát egy hétig napi egy órát, amikor minden tevékenységüket fele akkora tempóval teszik, mint amúgy szokták. És figyeljék meg, hogy ez hogyan hat arra, hogy hogyan látják a világot. Szaladjanak fele olyan gyorsan a villamos után, írjanak fele, tehát kétszer olyan később választ valamire, nem 3 másodperc alatt, hanem 6. És figyeljék meg, hogy hogyan hat ez rájuk. Hát, ha megtetszik ez a fajta működésmód. Nem csak az jutott eszembe, hogy a lassíts és vidd cukrászdába a nagymamádat, ez egy nagyon krajcsónellieknek egy ilyen kezdeményezése, lassan élni mindig jobb, de hogy közben meg ilyen nagyon elkanyarodtunk a kikapcsolt pasiktól, és nyilván már nem olyan jó. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy így az utolsó pár percben hozzuk már vissza, mert 3:48 lesz mindjárt. Nem, volt egy kérdés, hogy lehet visszakapcsolni a kikapcsolt férfit. Itt most mindenki olvasta az Imbárdó könyvet? Vagy azt mondok, amit akarok? Na, az van benne. Tehát az van benne akkor, hogy attól kikapcsolt a férfi, hogy hiányzik az apa képe, hogy iszonyú magas a vállások száma, hogy nincs olyan férfi identitás a 21. században, amire támaszkodni lehetne. Volt egy mondat, amire emlékszem, hogy, és nagyon igaznak éreztem, itt senkit, tehát a jelenlevők mindig kivételek, tehát hogy egy mai 20-30-as pasi azért nem nyitja fel már a kocsi motorháztetőjét, mert így kb. Azt se tudja, mi van benne, mert ahhoz van szokva, hogy elviszi szerelőhöz, és hogy a minden, mert hogy ugye már az élet praktikus részére nincs szükség, és itt nyilván mindenki tud lukat fúrni, meg ilyenek, meg ilyen fúrógép, meg nem tudom, a BMW-n ülünk, tehát itt igazi pasik vannak, ugye? Jó? Jó? Tehát igen, aki nem főzőműsorokat néz, hanem stb., nincs rózsaszín inge. Jó? Oké. Ez ugye a retroszexuális férfiakról beszélek, szemben a metroszexuálisakról. Nem. De hogy a kikapcsolt férfinek pont az a problémája, hogy nem tud olyan férfi mintákhoz kapcsolódni, amik a hagyományos nemi szerep attribútumainak megfelelnének. Ez az undorító kifejezés, ez azt jelenti, hogy megtanulni férfinak lenni, azt igazából praktikusan is jó megtanulni az életben. És ez nyilván a 21. században például nem kell mindig megmenteni egy nőt, vagy nem kell megmenteni egy kis cicát, vagy nem tudom én, és nem kell fáromászni, meg nem kell rettenetes dolgokat csinálni, de hogy közben meg egyre nehezebb férfinak lenni.
és ebben az egyre nehezebb férfinak lennibe beletartozik a szexualitás fejlődése, mert hogyha nincsenek korrekt férfiak, akiktől tanulni lehetne, akkor máshonnan kell modellt és mintát szerezni. És miután megváltozott a média környezet, és a piaci igényeknek megfelelően a pornó az agyon hype-olt és iszonyú mennyiségben árasztó műfajjá vált, ezért a legkönnyebb onnan elhinni azt, ami valójában nem igaz. Amiért elgondolkozhatunk, hogy miért van kevesebb apa, vagy ha nincs kis kevesebb számú apa, mert nem halt meg a felük, tehát hogy elvileg annyi apa van, amennyinek kéne lenni, de akkor mi a túrót csinálnak, tehát miért nem apáskodnak? Ebben ugye azt lehet mondani, hogy nyilván valami elromlott, a 20. század vége, 21. században a szülők is elkezdtek egyre önzőbbé válni. És a szülői önzés, a fáradtság az elérte azt, rengeteg tanulmány szól erről, hogy ilyen nagyon fontos modellek vagy minták átadása se feltétlenül történik meg. Nem vigasztalásképpen mondom, de kikapcsolt nők is lehetnének könyv címként, mert hogy a nők se kaptak nagyon mintát. Még régebben, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, én alig emlékszem egy-egy olyan páciensre, aki tényleg nem rendelkezett ilyen mintával, és emlékszem, hogy akkor volt egy nagyon szép ilyen családregény sorozat, valami farmos volt, valami amerikai farmon, mit? Na, az? Az még megy? Na, és azt ajánlottam annak a csajnak, hogy nézze meg, hogy működik egy család, mert fogalma nem volt. És állandóan veszekedett a férjével, és akkor, mert hogy az egy ilyen normálisabb dolog volt, amiből lehetett mintákat tanulni, mert egyébként az élet ilyen szempontból folyamatos tanulásból áll. És jó, nem mindenki szerencsés, hogy vidéki családja van, ahol még a férfiak tudnak, tehát még kutat is fúrnak, ha kell, meg mindenféle férfi munkákat ellátnak, de hát azért jó lenne ezeket tudni, de közben meg a 21. századi férfi, összes jelenlevő kivétel, ugye, ami megjelent például a modern filmekben, a csapot válló informatikus, ugye, aki SS méretet hord, X-est, sportolni undorral nem, ugye, zenét hallgat, vagy azt se, ilyen nyüzüge, a Lagerfeld és a Versace neki tervezi a női ruhákat, tehát egy ilyen furcsa androgűn állapot, de hiperokos. Egyik algoritmust írja a másik után, és egyik zseniális helyzetet oldja meg a másik után, mert amúgy is a robotikával kell majd együtt élnünk. Na, ugye, és akkor ott a retroszexuális szőrös büdös, a kockás ingébe, és akkor most a melyik a férfi? És a férfi mindegyik, ha képes úgy élni, hogy a mellette lévő ember, legyen az bárki, az egészlegesnek érzi magát. Ehhez tényleg az kell, hogy mind a ketten tudják tűrni a szeparációs szorongásukat. Úgyhogy kikapcsolt férfit úgy lehet visszakapcsolni, ha szeretik, és azt mondják neki, hogy minden rendben lesz, csak bátran éljen. Az jutott eszembe válaszként erre a kérdésre, amit behoztál, hogy a másik lehetőség, hogy elgyászoljuk a tradicionális férfi szerepet, hiszen a kultúránk elbúcsúzott tőle. Olyan kultúrában élünk, ahol közelíteni igyekszünk egymáshoz, például a férfi és a női szerepeket, a férfiakat a kultúra nagyon-nagyon drasztikus eszközökkel leneveli az agresszióról, mert az nagyon-nagyon csúnya dolog, megtanítjuk a férfiakat érzelmesnek lenni, együttműködőnek lenni, nem csak asszertívnak, hanem még együttműködőbbnek, kedvesnek, lágynak lenni, és akkor eljátsszuk, hogy csodálkozunk, hogy hát hol vannak a beton kemény macsók. Őket ott hagytuk, mert most egy olyan kultúrában élünk, ami egy új férfi és új nő képpel dolgozik. Másik lehetőség, hogy elkezdünk megbarátkozni az új férfi és új nő képpel, hogy hogyan leszünk ezeken az új kereteken belül mi, hogyan találjuk meg az elégedettséget saját magunkkal, ahelyett, hogy visszasírnánk, hogy jaj, hol vannak azok a férfiak, akik tényleg így. Hrabal azt mondta, na jó, hát 70-es években, hogy egy igazi férfi mindig egy kicsit szarszagú. Manapság, azt hiszem, neveket nem mondunk, ugye, akkor a Drogerimárba meg a Rossmannba majdnem ugyanakkora a férfi kozmetikum polc, mint a női kozmetikum
polc. Szóval, hogy megtanítottuk a férfiakat ilyen illatosnak lenni. És akkor csodálkozunk, hogy tényleg illatoznak, jobban illatoznak, mint egy hölgy adott esetben. Bármit tehetünk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményei. Hangom, de van. Hogy Dániel jó érzésekkel menjen, hogy azt kérdezi, hogy neki rózsaszínes-e ez az inge. Ez még... Nem úgy gondoltam. Nem, ez lila egyébként. Szerintem jó ez. És a szagod is elviselhet. Még egy pici, tudom, hogy ez szép végszó lenne, de még egy mondat, még egy végszót szeretnék mondani, hogy az jutott eszembe így a pornó kapcsán, így képi szinten, most ez zárszóként elég konkrét lesz, hogy ugye miért nehéz például a pornó függés, mert azt tanulja meg valaki, hogy nem csak kívülről ráadnak a dolgok, de hogy magának okoz örömet. Hogy van ebben egy ilyen végtelen magányosság. Hogy itt van egy önkielégítés, amire rászokik valaki, amit Anna Mária is említett, van annak egy konkrét mozdulatsora. Tulajdonképpen mindenki megtanulja, hogy mi az a legrövidebb út, ahogy magának örömet okozhat. Ez részben használható jó dolgokra is, mert nyilván egy egészséges párkapcsolatnak is tud ez része lenni. De amikor már valaki föladja azt a reményt, hogy más is tud neki jót okozni, akkor válik ez igazán problematikussá. És én ezt a szituációt, amikor valaki pornófüggő, és már csak abban hisz, hogy magának okozzon örömet, végtelen szomorúnak tartom. És ugye, hogy lehet visszakapcsolni ezeket a férfiakat? Ez nem csak a pornóra igaz, hanem érzelmi téren is. Tehát itt most nem tudtuk kifejteni teljesen, de azért itt az emancipáció, az sok elférfiasodott nő, az a rengeteg csúnya visszaszólás a férfiaknak, amik miatt ugye megborult ez a fajta jó dinamika, hogy a férfi lehet férfi, és a nő élvezi, hogy ő nő, ezek nincsenek. És egy csomó nő, ugye sajnos több diplomás nő lesz hosszú távon, mint férfi, ezt ugye most már minden tanulmány igazolja. Borzasztó sok kisebbségi érzést kelt a férfiakban, és a hozzáfűzött kritikák is nagyon sok kisebbségi érzést keltenek. És sok férfi annyi kudarc élményt gyűjt be már fiatal korában, olyan csúnya elutasításokat, lepattintásokat, ahol a nők nem is gondolják, hogy a férfi lelke legalább, ha nem jobban törékeny egy-egy ilyen elutasítás kapcsán. Majd egy idő után annyira összetörik, hogy kimunkáljuk ezt a genya pasit, ugye, amire aztán lehet, hogy a nők buknak, de aki már nem tud adni, aki már nem tud kapcsolódni, mert eljutott addig, hogy már nem hiszi el, hogy a nő tud adni neki. Amikor már nem hiszi el azt, hogy rábízhatja magát valakire. Mert ha belegondoltok abba, hogy szexuális téren miről szól az, hogy nem magamra bízom magam, tehát abban hiszek, hogy magamat tudom kielégíteni, rámerem-e bízni magamat a páromra, elhiszem-e, hogy ő is jó dolgokat tud nekem okozni, ez egy maximális bizalom és abban való hit, hogy a másik jól fog velem bánni. Alapvetően ezt kerüljük ki ebben, ha kikapcsoljuk magunkat, de ahhoz, hogy ez visszakapcsolódjon, ahhoz a legnagyobb szerepet én a nőknek szánnám. Mert tényleg azt gondolom, és ezt tudom, hogy most ilyen nagyon általános tanács, de ahhoz, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, hiszen olyan sokan ugyanazt mondják, szeretnék, ha végre igazi férfiak lennének itt körülöttünk. Ez az első és legfontosabb lépés az, hogy mi legyünk olyan igazi nők. Legyünk esékenyek, legyünk érzékenyek, és merjük azt mondani valamire, hogy lehet, hogy meg tudnánk csinálni, de olyan jó, hogyha te teszed meg helyettem. Ezzel lehet visszakapcsolni, úgy érzem. Köszönöm szépen. Annyira örülök, hogy ezt mondtad, Kitti, egyetlen mondat kívánkozik ki belőlem ennek kapcsán, hogy igen, tehetünk azért, hogy növeljük egymás önbecsülését. Férfiként tükrözhetjük azt vissza a nők számára, hogy szépek vagytok, kedvesek vagytok, fontosak vagytok nekünk, és nőként tükrözhetjük vissza a férfiak számára, hogy jó a praktikus gondolkodásotok, jó az erőtök, jó a jelenlétetek, jó a biztonságot adásotok, szóval egymás önbecsülését tudjuk növelni, tegyünk érte. Még
Egy fontos dolog jutott az eszembe párkapcsolati helyzetben. Arra mindig figyeljetek, hogy akár megismerkedtetek valakivel, akár nagyon szeretnétek már valakivel együtt lenni, ha a vészcsenkő megcsilingel a fejetekben, az egy jelzés, hogy az a helyzet nem jó, akkor azt a dolgot nem kell folytatni. Nem kell belemenni egy olyan helyzetbe, amiből nem sül ki jó. Rengeteg nő van és rengeteg férfi, akinek egy, aztán öt, aztán 35 vészcsengő halkan, aztán gyorsan, hangosabban csilingel a fejében, hogy nem kéne, nem kéne, nem kéne, és mégis belemegy és csinálja, ettől pedig meg lehetne menekülni. Úgyhogy hallgassatok ezekre. Jó? Köszönöm. Mivel látjuk, hogy rengeteg a kérdés még, és folyamatosan gyűlnek, így arra jutottunk, hogy adnánk egy olyan lehetőséget nektek, hogy két napig még a Facebook oldalunkon lehet kérdéseket feltenni, majd ott lesz egy link, amire lehet majd a kérdéseiteket elküldeni, és a köré próbálnánk majd meg a későbbiekben még egy előadást megszervezni. Most pedig nagyon szeretnénk megköszönni Tari Anna Máriának, dr. Almási Kittinek és Kozma Vízkeleti Dánielnek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az időbeosztásuk szűkössége miatt most itt le kell zárnunk, tehát az előadóink így távoznak, viszont még a sorsolás hátra van, így aki ebben érintettnek érzi magát, az kérjük, hogy maradjon még, ez pillanatokon belül meg fog valósulni, és akkor át is adjuk majd a könyveket. És nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ennyien, és részt vettetek az előadásunkon. Sziasztok!